estét kívánok, köszöntöm a Szombathelyi Televízió Műhely című magazin műsorának nézőit. Érdekes és változatos témákat ajánlunk az önök figyelmébe a mai műsorban, hogy mi minden kerül majd szóba. Hamarosan két különleges csillagászati eseményre hívjuk fel a figyelmüket, és ennek talán még nagyobb a füstje, mikor azt mondom, hogy egyszerre látható majd ez a két jelenség. Aztán beszámolunk arról, hogy Bővülő történelem címmel egy érdekes kiállítás látható a Vasmegyei Levéltárban. A levéltár gyűjteményét gyarapító adományokból válogattak egy tárlatra valót. Aztán a Kőszegi Várszínház soron következő programjait ajánljuk majd az önök figyelmébe. Nagy sikerrel futotta a Hajmeresztő, de természetesen hasonlóan érdekes programok még a továbbiakban is várnak a nyári szabadtéri színház szerelmeseire. Aztán az Egyházmegyei Látogatóközpontban, a Szili János gyűjteményben látható most a Boldogasszony kiállítás. Ez egy utazó vándor kiállítás, már több éve járja a Kárpát-medencét. 55 művészt kértek fel arra, hogy fogalmazzák meg, mit jelent számukra a Boldogasszony személye. Ezekből a beérkezett alkotásokból látható válogatás még egyszer, tehát a Szili János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpontban, ezt ajánljuk majd a műsor végén a figyelmükbe. Azt gondolom, érdemes lesz velünk tartani, tegyenek így. Ahogy említettem, tehát a műsor elején a tudományé lesz a főszerep, mégpedig olyan fajta tudományé, amit mi most a saját szemünkkel is láthatunk, mert hogy két különleges égi eseményre hívjuk fel a figyelmüket. Tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Kovács József csillagászt, az ELTE Gotthard Asztrofizikai Obszervatórium munkatársát. Szervusz, jó estét kívánok! Köszöntöm a nézőket! Hát én próbáltam körülírni, de nem próbálom meg még csak véletlenül sem azt, hogy úgy csinálják, mintha értenék hozzá. Talán azt még megértem, hogy holdfogyatkozás lesz, és ez egy egészen extra jelenség lesz. Mennyiben? Igen, annyiban lesz extra, és hát ezt a média is már talán kellőképpen súlykolt eddig az embereknek, hogy ez a holdfogyatkozás ebben az évszázadban a leghosszabb holdfogyatkozás lesz. Ez a jelenség elég gyakran ismétlődik, nem lehet mindig mindenhonnan látni természetesen, de most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy tőlünk, Magyarországról, majdnem az egészet, majd ezt elmondom, hogy miért majdnem az egészet, vagy miért csak majdnem az egészet, lehet látni. Különböző hossza lehet ezeknek a fogyatkozásoknak, attól függően éppen, hogy a három érintett égitest, a nap, a föld és a hold, az egymáshoz képest hogyan helyezkedik el, és ez azért lesz érdekes, mert ez egy nagyon hosszú jelenség lesz, több mint 6 órán keresztül fog tartani az egész fogyatkozás, és ennek a központi része, az úgynevezett teljes holdfogyatkozás, az 1 óra 43 perces hosszúságú lesz. És hát ebben az évszázadban eddig nem volt ilyen hosszú, és ami még érdekesebb, nem is lesz már ilyen hosszúságú holdfogyatkozás egészen az évszázad végéig, tehát ezért különleges ez a jelenség. Egyébként pedig úgy fog zajlani, mint minden más holdfogyatkozás, de ez a hossza emeli ki a többi közül. Időben tehát pénteken. Ez pénteken 27-én fog bekövetkezni. Ugye ez egy determinisztikus dolog, tehát az égi mechanika, fizika törvényei megmondják, hogy ennek mikor kell bekövetkeznie. Azért nem látható sajnos az egész tőlünk, mert ugye ez a jelenség csak azokról a helyekről látható, ahol a hold maga is látható, tehát ahol a látóhatár fölött tartózkodik a hold, és hát sajnos a hold az kicsit később fog kelni nálunk, már fog tartani a holdfogyatkozásnak az első része, amikor a hold felbukkan a horizont felett. Azt körülbelül mikor van időben? Ez 8:30 előtt, tehát most helyi időt mondok, ugye, és a nyári időszámítás, ez 8:30 előtt pár perccel fog a hold felkelni, és akkor kezdődik el majdnem pontosan az úgynevezett teljes része. Ugye több szakaszra szoktuk bontani ezt a jelenséget, attól függően, hogy a Föld árnyékához képest hol tartózkodik a hold. Csak egy gyors összefoglalót, ha szabad, ugye arról van szó benne az esetben a holdfogyatkozásnál, hogy a hold belekerül a Föld árnyékába. Ugye a nap megvilágítja a körülötte levő teret, a naprendszert, és égitestek, köztük a Föld is, amelyek ugye nem nulla méretűek, tehát nem pontszerűek, hanem kiterjedtek, ebből a fényből bizonyos irányokba kitakarnak, vagy árnyékot vetnek. Más égitestek pedig belekerülnek ebbe az árnyékba, hát itt a hold kerül bele a Föld árnyékába. Két része van a Föld árnyékának, van az úgynevezett teljes árnyék, ez sötétebb, és van egy úgynevezett fél árnyék, ez egy picikét világosabb.
És akkor a hold, ahogy megy a kering a Föld körül, először belekerül ebbe a félárnyékos részbe, majd a teljes árnyékba, majd a másik oldalon megint a félárnyékba, és akkor elhagyja az árnyék kúpokat, hogy picit tudományosabban is fogalmazzunk akkor. És ennek az egész folyamatnak a hossza tart több mint 6 óráig, és közte az a centrális rész, amikor a teljes, a sötét árnyékba fog bekerülni a hold, az pedig majdnem 1,3 óra. Nem lesz teljesen sötét a hold, ugye kicsit különbözik a jelenség a napfogyatkozáskor, amikor valóban a napot eltakarja előlünk a hold. Itt ugye az árnyékba kerül csak bele, és nem sötétül el teljesen, hanem egy nagyon szép mélyvörös színe lesz. Amikor csak a fél árnyékban van, akkor kevésbé, amikor pedig a teljes árnyékban, akkor általában olyan mély vörös színe ezért szokott lenni. Azt, ezért szokták vérholdnak titulálni a jelenséget. Ugye ennek az az oka, hogy a holdra akkor is jut fény, amikor bent van az árnyékban, mégpedig a Föld légkörében szóródott fény jut rá, és a napból a Föld légkörében a holdra szóródó fény azért lesz vörös, mert a földi légkör kiszűri ebből, vagy jobban szétszórja ebből az összetett napfényből a kék részeket. Ezért kék az égbolt, vagy ezért látjuk kéknek az égboltot, mert a napnak az összetett fényéből a különböző színű, különböző hullámhosszúságú összetevőket a légkör más-más módon szórja, leginkább a kéket szórja mindenféle irányban, ezért a teljes égbolt kéknek látszik, és a maradék az pedig megy tovább. Itt esetben a maradék az a vörös összetevője a napfénynek, vagy a vöröses összetevői, ez jut el a holdra, és ezért lesz vörös színű a hold, amikor a fogyatkozás zajlik. Na most ez szabad szemmel is látható lesz? Természetesen ez szabad szemmel is látható lesz, mivel a hold ugye ez egy nagy égitest, és szépen lehet szabad szemmel is látni rajta, ahogy ezek a különböző fázisok bekövetkeznek. Tehát amikor belép a fél árnyékba, ez még tőlünk nem látszik, mert akkor a hold még ugye a horizont alatt lesz, bent van a fél árnyékban, majd belép a teljes árnyékban, lehet látni, végig lehet követni szabad szemmel is, ahogy változnak ezek a vörös színárnyalatok a holdnak a felszínén. Természetesen, ha a távcsővel nézzük, akkor esetleg még érdekesebb, mert akkor a részleteken is látjuk, hogy változnak ezek a szín megvilágítások, meg a színek a holdnak a felszínén. Akinek nincs otthon távcsöve, az pedig elmehet a Gotthard. Az pedig eljött a Gotthard Observatóriumba. 27-én pénteken 9 órától várjuk az érdeklődőket. Azért nem korábban, mert egyrészt nyár van, és ugye világos van. Másrészt ugye nem látszik még az esemény, hogy később a hold felkelte ugye picit tolódik, és 9 óra, 9:30 körül már talán lesz olyan magasan a hold, ugye sajnos a csillagvizsgálóban, a Gotthard Observatóriumban ugye szép környezetünk van, nem ez a sajnos, hanem a környezet miatt az arborétum és ugye a nagy fák, egy picikét várnunk kell, hogy az égitestek mikor fölkeltek, akkor olyan magasságba emelkedjenek, hogy láthatóak is legyenek az intézetből, illetve a távcsöveinkkel. Ezért én azt is javasolnám, bocsánat, hogyha valaki nem tud eljönni hozzánk, de mégiscsak valahol lehetősége nyílik, akkor azért keressen egy olyan helyet, ha tud, ahol a horizont az tiszta lehetőleg, és már a felkeltekor lehet látni esetleg a holdat. És hova érdemes menni? Hát városból nem annyira jó a dolog, ugye mesterséges fények, bár ugye még világos van a kezdetekor, de ha sok mesterséges fény van, azért az zavarja. Persze ez egy olyan jelenség, amit akkor is lehet látni, olyan fényességű, de ha teheti, akkor valahol városon kívül célszerű ezt megnézni, megfigyelni. Ezt akartam az imént mondani, hogy ismervén az observatórium munkatársait, én biztos vagyok benne, hogy nem csak a távcsövet adják a kezünkbe, hanem szakmai kis hátteret is nyújtanak az érdeklődőknek, jól gondolom? Igen, mi mindig szoktunk arra figyelni, hogy ne csak ott álljunk, és felügyeljük a látogatókat, amint benéznek a távcsőbe, hanem megosztjuk velük azokat az információkat, amelyek szükségesek a jelenség megértéséhez, a mögöttes dolgok megértéséhez, és persze nagyon sokszor előfordul, hogy nem csak arról kérdeznek az érdeklődők, a látogatók, ami éppen zajlik, hanem egyéb dolgokat is föl szoktak vetni, és ebben mindig igyekszünk a lehető legjobb tudásunk szerint válaszolni. Belépődíjat nem szed ezúttal sem a... Nem, ez egy teljesen nyilvános, ingyenes esemény, sőt jelentkezni sem kell, nyitva nevezzük nyílt napnak, nem tudom, hogy minek nevezhetnénk ezt. És a terv szerint 9 órától éjfélig, de hát ameddig látogató lesz, természetesen addig nyitva tartunk. Akkor térjünk át a másik eseményre, mert ugyanezen a napon lesz még egy csillagászati esemény, ez pedig egy Mars szembeállás a nappal, ami mit jelent? Igen, megkoronázza a holdfogyatkozást, vagy fölteszi az íreapontot, ha
szabad ezt mondani, hogy pontosan ezen a napon következik be az a jelenség, amikor a Mars a legközelebb lesz a Földhöz. A szembenállás azt jelenti, hogy itt is egy geometriai elrendezést kell elképzelni, mint a holdfogyatkozásnál. Ugye a holdfogyatkozásnál a Föld van a Nap és a Hold között, itt pedig az fog előállni, hogy a Föld lesz szintén csak a Nap és a Mars között. Tehát egy vonalban lesz a három égitest középen a Földdel, és ez azt is jelenti, hogy a két égitest nap körüli pályán haladva ez a helyzet az, amikor a legközelebb van a két égitest egymáshoz, már a Föld és a Mars. Ez körülbelül 57 millió, valamivel több mint 57 millió kilométer lesz ez a távolság. És hogy ilyen közel vannak egymáshoz, ez azt is jelenti, hogy a Mars az nagyon fényes lesz. Hogyha valaki, ha olyan helyen van, városból is azért talán lehet, de ez meg még alacsonyabban van a Mars, tehát picit nehezíti a dolgot. Éjfél körül dél felé néz, akkor a látóhatár felett egy vörös, nagyon fényes pöttyöt fog látni, az a Mars bolygó. Tehát a felállás az lesz 27-én, hogy a Hold fogyatkozik, ugye ez hosszú időn több órán keresztül tartó jelenség, és a Hold alatt körülbelül 5 fokkal, 5,5 fokkal, ez azt jelenti, hogy a Hold átmérőjének, a teli Hold átmérőjének olyan 10-szerese, kicsivel több, ott fog a fényes Mars is függeni az égbolton, tehát egyszerre, vagy nem is egyszerre, de majdnem egyszerre lehet a két dolgot vizsgálni. És akkor alkalma lehet a tisztelt nézőknek arra is, hogy összehasonlítsák a két égitestnek a méretét. Ezt azért mondom, mert ugye 2003-ban is volt egy ilyen nagy Mars szembenállása és Mars közelség, és akkor kezdett terjedni, és azóta időnként fölbukkan az interneten ilyen hoax formájában, hogy a Mars akkorának fog látszani, mint a Hold. Na, hát ilyen helyzet nem állhat elő sohasem, de most akkor konkrétan meg lehet győződni arról, hogy a Hold ekkora, a Mars az meg olyan picike, szabad szemmel nem lehet korongnak látni, még ilyen közelségben sem. Egy nagyon fényes pötty lesz az égbolton, de meggyőződhetünk arról, hogy mégiscsak a Hold a nagyobb. Milyen gyakran fordulnak elő egyébként ilyen együttállások, ilyen érdekes fizikai jelenség? Ez elég gyakran, ugye itt most megint az emelheti ki ugye az együttállást, már a szembenállást a Mars esetében, hogy mekkora az a távolság. Ugye, hogy a két égitest kering a nap körül, ez időről időre előfordul, függően attól ugye, hogy milyen a keringés idejük, egy év, meg ugye valamivel kevesebb, mint két év a Marsé, tehát időről időre szinkronba kerülnek és előáll ez a helyzet. A holdfogyatkozás is elég gyakori jelenség, ugye átlagban évente kétszer van mondjuk akár hold, akár napfogyatkozás, csak ugye egy adott földrajzi helyről nem mindig látható. Napfogyatkozás az sokkal kisebb földrajzi területre terjed ki, még a részleges napfogyatkozás is, tehát azt ritkábban lehet egy adott helyről látni, teljes napfogyatkozást meg ugye nagyon ritkán. Többször elmondtam már, ugye, vagy meg a nézők is tudhatják, hallhatták, mert ugye legutóbb Magyarországról 1999. augusztus 11-én volt teljes napfogyatkozás látható, és legközelebb 2081. szeptember 3-án lesz ilyen, tehát itt ezek között nagy időtartamok telhetnek el. És a holdfogyatkozásnál is ugye az játszik közre, hogy a Hold látszik éppen abban a pár órában, amíg a fogyatkozás zajlik. Melyik ugye, hogy az a része a Földnek, ahonnan mondjuk teljesebb pompájában látható majd a holdfogyatkozás? Tehát ugye, ahogy megyünk a Földön körbe, ott lesznek olyan részek, ahol az egész látható, lesznek olyanok, ahol egyáltalán nem látható, és vannak ilyen köztes állapotok, ugye, amikor részben látható, mert még nem kelt föl, vagy már lenyugodott, amikor még zajlik a fogyatkozás. Hát ha keletre mennénk, akkor ugye tolódik ez a... És akkor, de azért a lényeget látni fogjuk, mutassuk meg a nézőket, tehát azt a fázist, amikor a teljes árnyékban fog a Hold lenni, a Föld teljes árnyékában, az elvileg tőlünk is teljes végig ez az 1-3 óra. És az, hogy mondjuk meddig kell fennmaradni, hogy ezt a hát teljességet a fél lássuk. Kettő lesz a legvége, tehát amikor teljesen levonul a Földnek az árnyék minden része levonul a Holdról, az körülbelül éjszaka fél kettő magasságában akkor egy izgalmas kertéparti közepette érdemes lesz csillagokat nézni, de még érdemesebb talán elmenni a Gotthard Obszervatóriumba, ahol tehát ingyenesen lehetőség lesz belenézni a távcsőbe és figyelemmel kísérni az imént említett jelenségeket. Én köszönöm szépen a beszélgetést, kedves nézők, önöket pedig arra biztatom, hogyha tehetik, akkor keressék fel tehát az Asztrofizikai Obszervatóriumot. A továbbiakban pedig történelemmel folytatjuk, bővülő történelemmel.
Ezt a címet adta a vándorkiállításnak, mert tulajdonképpen ez is egy vándorkiállítás, az ország különböző levéltáraiban látható, mert az országos levéltár munkatársai gondoltak egy nagyot, és ilyen formán szeretek volna köszönetet mondani mindazoknak, akik az adományaikkal gyarapítják a levéltárak gyűjteményét. Minden megyei levéltár a saját gyűjtemény gyarapodását mutatja be, de ízelítőt kaphat a látogató arról is, hogy mondjuk a Jász-Nagyszolnok megyei levéltárban miféle adományok gazdagították az utóbbi körülbelül 15 évben a gyűjteményt. Az ajándékozókat köszöntötték a Bővülő Történelem című kiállításon. A levéltár gyűjteményét magánszemélyek, szervezetek adományai is gazdagítják, mások számára is értékes tartalommal bíró iratokkal, fotókkal, egyéb dokumentumokkal. A kiállításnak az volt a koncepciója, hogy több megyei levéltárban és az országos levéltárban fölelhető iratajándékokat bemutassuk. Egyrészt azért, mert ezeket kevéssé szokták honorálni a levéltárak. Nyilván mindenki küld egy köszönő levelet, és megpróbálja megmutatni egyszer azt, hogy mit kapott, de azt gondoltam, hogy ennek érdemes lenne egy nagyobb publicitást is kapnia, és hogyha vándorol az országban, és sok levéltárba eljut, akkor egymás ajándékait is jobban megismerjük. És hát az is egy titkos cél volt, ez be is jött, hogy legyenek újabb ajándékok ennek örvén. Itt a Vas megyei levéltárban azt láttam, hogy itt most a kiállított anyagok között kettő olyan új van, ami amikor még a koncepció elindult 16-ban, még nem volt meg, mert 17-es ajándékok. Szóval ez nagy öröm. A Vas megyei levéltárba az utóbbi mintegy másfél évtizedben több mint 60 iratadomány érkezett. A levéltár nagyon sokszor kap ajándékokat magánszemélyektől, úgyhogy mi ilyenkor megajándékozott, megadományozott minőségben nagy örömmel fogadjuk ezeket a sokszor számunkra is meglepő értékes kincseket, és mindig bebizonyosodik, hogy a magánszemélyeknél fiókok mélyén vagy padláson régi bőröndökbe utazó ládákba porosodva milyen értékek lappanganak. És külön öröm az, hogyha olyan személyeknek a birtokában vannak ezek az anyagok, akik megbecsülik ezeket, akik felismerik az értékét. Azt is felismerik, hogy ezek talán sokszor jobb helyen vannak közgyűjteményben, mint magángyűjteményben, hiszen onnan könnyebben elkallódhatnak. És ráadásul ezeket ingyenesen, anyagi ellenszolgáltatást nem kérve ajándékozzák a levéltárnak. Ez a kiállítás azért jöhetett létre, mert vannak ilyen nagy lelkű adományozók. Ez egyfajta tisztelgés is, és egy köszönetnyilvánítás ő előttük. És itt egy kis ízelítőt adhatunk abból, hogy mi az a gazdag repertoár, ami magánszemélyeknél található. Úgyhogy én ezen a kiállításon keresztül szeretném is felhívni azokat az irat tulajdonosokat, akik ilyen vagy olyan régi családi anyagoknak a birtokában vannak, hogy mielőtt azoktól megszabadulnának, vagy értéktelennek nyilvánítanák őket, tegyenek egy kísérletet, jöjjenek be a levéltárba, mutassák meg azokat szakembereknek, és mi el tudjuk dönteni azt, hogy ezeket nem lenne esetleg érdemes közgyűjteménybe adni. A Vas megye Burgelland Vasút RT működésének idején keletkezett iratok is kutathatók már a levéltárban. Ez az anyag is adományozó jóvoltából került a közgyűjteménybe. Valamikor a rendszerváltást követően itt a civil szervezetek elhatározták Szombathelyen, hogy a 45 után kényszeredetten megszüntetett osztrák-magyar vasúti kapcsolatot újra kell létesíteni. Ennek érdekében civil szervezetet hoztak létre, amiben a MÁV vezérigazgatója, a GANZ gyárnak a vezérigazgatója vett részt, engem pedig fölkértek ennek a szervezetnek a vezérigazgatójává. És próbálkoztunk évekig, de mire megszereztük Brüsszelből a pénzt rá, az ön erő mellett, azon túlmenően volt egy miniszteri biztos, aki azt mondta, hogy azt a pénzt, amit nekünk ígértek, azt az M0-ásra fordítja, mert az fontosabb, mint a szombathelyieknek itt ez a vicinális vonalak. Akkor megszűntünk 2006-ba, eddig őrizgettem, 10 év eltellett, én tovább nem őrizgettem, nehogy valami károsodás érje, beszéltem itt az igazgatóra, és ők átvették, átadtam, itt mégis pár év múlva.
kuriózum lehet, hogy volt egy ilyen kísérlet, bárki nézem bele, tanulmányozza, hogy akartunk valamit. A tárlókban válogatást láthatnak az érdeklődők az elmúlt 15 évben beérkezett irat ajándékokból. Az első tárlóban az egy ilyen vegyes, egy nagyon eklektikus bemutatás ennek a kiállításnak. Itt található egy C-könyv, egy körmendi C-könyv, két plakát a képtárnak az alakulásához kapcsolódóan, a képtárépítő körnek a plakátjai, illetve két csodálatos katalógus 1900-as évek elejéről. És hát a többiben már inkább tematikusabban próbáltunk válogatni, Rauscher Miksa építésznek a hagyatékából sikerült két tárlóra való anyagot beválogatni, ez egy nagyon-nagyon gazdag és nagyon csodálatos anyag, és tényleg csak ízelítő ennek a jeles építésznek a munkájából. Aztán a Rumirajki Istvánnak az anyagából válogattunk, ez is két tárló, itt külön hangsúlyoznám, hogy Szent Mártonnak a kutszobrának az elkészítésével kapcsolatban vannak képek kiállítva. Aztán az Urajújfalui esernyőről, amit már máskor is láthattak az érdeklődők. Aztán a Gájer családnak nagyon gazdag és értékes anyaga került ide, abból látható egy tárló. Aztán látható még az Éhen Gyula körnek az anyaga, ami itt a rendszerváltás időszakában alakult, de a gyűjtésük során különböző Éhen Gyulával kapcsolatos relikviák is a gyűjteményükbe kerültek, ez is bemutatásra kerül. Kocor Laci bácsinak a nagyon értékes fotóanyagát egy tárlóba, illetve hát a fotóanyag mellett még a hagyatékából más egyéb képanyag is bekerült. És hát ugye az egyesületeknél maradva a Szombathelyi Szépítő Egyesületnek az anyaga is pár éve bekerült a levéltárba, ebből egy ízelítő látható, és nagyon érdekes még a Magyar Demokrata Fórumnak az a vitrin, ahol a Magyar Demokrata Fórumnak a rendszerváltás utáni időszakát mutatjuk be. Van egy nagyon ikonikus plakát, amit mindenki ismer, ez a Tavaris Kanyec című plakátot is kihelyeztük. Aztán még itt a térben még van még két másik tárló, ebbe kihangsúlyoznám a Reményi családnak az anyagát, ami igazán unikális, és olyan anyagok találhatók ebben, olyan dokumentumok, amik országos jelentőségűek is. Újvári Edét nem kell ismertetnem itt a szombathelyieknek, hiszen Újvári Ede egykori polgármesterünknek is hagyatékából került bemutatásra ebben a kiállításban. Gróf Lászlónak az anyagáról is kellene néhány szót szólnom. Ő egy Angliában élő Vas megyéből elszármazott honfitársunk, akinek az anyaga, hogyha nem is olyan érdekes, mint a többi, az előbbiek, amikről beszéltem, de rendkívül értékes, ahogy földolgozta saját múltját, több kötetes visszaemlékezése van, és hát nagyon érdekes, hogy hogyan rendszerezte ő a saját anyagát, és ezt ugye mi itt a gyűjteményünkbe bevételeztük, ebből látható egy kis ízelítő itt a kiállításon. A levéltár munkatársai már szerkesztik azt a kiadványt, ami tartalmazza majd a 2000 óta érkezett iratadományok jegyzékét, illetve az adományozók személyét. Kedves nézőink, most pedig színházzal folytatjuk, mégpedig a Kőszegi Várszínház idei évadának hátralévő programjait ajánljuk az önök figyelmébe Póca Zoltánnal, a Kőszegi Várszínház igazgatójával. Szervusz, Zoli! De mielőtt tovább, tehát előre néznénk, egy kicsit tekintsünk hátra, mert igen, hogy az elmúlt napokban, talán éppen vasárnap volt az utolsó igen előadása a Hajmeresztő című nagyszínpadi zenés bűnügyi végjátéknak. Hogy sikerült? Visszajelzések alapján. Jó, köszönjük szépen. Ugye egyrésztről van a színház igazgatónak az a fajta büdzsé tekintete, hogy több nézőt sikerült-e behozni. Jelentem igen.
Tehát, hogy ez egy fontos szempont volt. A másrészt az a fajta szempont, hogy a darab választással is az volt a célunk, hogy a fiatalabbakat is behozzuk, vagy mondjuk úgy, hogy a családokat is behozzuk, hiszen azt azért láttuk, hogy szép lassan öregednek a nézőink, a szabad így fogalmazni, és szerettük volna behozni a fiatalabbakat is, akár úgy, hogy szülővel együtt jöjjön be egy 11 pár éves gyermek, és ez megtörtént, tehát jöttek. Nagyon nagy örömmel nyomoztak a fiatalok főleg, tehát Göttinger Pál a szünetben, mint ugye nyomozó, aki ott szedte össze az információkat, ki kit gyanúsít, és milyen gyanús dolgokra lettek figyelmesek a nézők, hát ott mindig körbe rajongták a gyerekek nagyon komolyan, úgyhogy ez nagyon-nagyon bejött, illetve az a 20-as, 30-as korosztály is eljött, hiszen maga a darab is egy kicsit a stand-upnak mondjuk egy kicsit oldalhajtása, tehát részt lehetett benne venni, ötleteket lehetett adni, felkapcsolták a villanyt. Ugye a színházi előadás az alaphelyzetben a nézőtér sötét, és akkor ott vannak szemben a világos helyen a színészek, a művészek, és akkor ott megy a dolog. Itt nem, villany felkapcsolódik, kibővítettük tulajdonképpen a hajmeresztő szalont, ez a nézőtéren látható fodrász lámpákból is látható volt, hogyha valaki figyelt, és akkor igenis ott a nyomozó megkérdezte, hogy mik azok a bűnös vagy gyanús dolgok, amik esetleg rávezethetik a nézőket arra, hogy ki követte el a gyilkosságot. Bejött ez a fajta stílusváltás. És az, hogy mi szemérmesek vagyunk nézők, és azért mi szeretünk ott a sötétből mindent látni, viszont időnként ránk irányult a lámpa. Ez mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket, mennyire voltunk bátrak? Bátor volt a közönség. Én azt gondolom, azért nagyon sok olyan néző van, aki színházba jár, és tudja, hogy ez azért van, hogy részt vegyen benne. De most, ha azt mondom, hogy 3-400 ember ült a nézőtéren, abból 5-6-8-10 aktív ember volt, akkor ezzel már lehetett játszani. És sok esetben a játék arra is ment ki, hogy a néző hogyan kérdez és mit reagál, hiszen az is sokszor humoros volt, amikor egy-egy néző, tehát például volt egy olyan, hogy az egyik esetben a néző a 20. sor legtetejéről, tehát legtávolabb a színpadról jött rá, hogy Ulma Mónika szerepében ugye Mrs. Schubert, hát bizony valamit eltulajdonított, a kicsit kleptomániás, és akkor nem jutott eszébe a színpadi neve Mónikának, és nem azt mondta, hogy Mrs. Schubert ott valamit eltett, hanem az a piros Mónika, az ott valamit elvitt, kiabált be a 20. sorból, kész volt, ugye onnantól kezdve bármikor, akár a piros, akár bármi előjött, akkor mindenki nagyon-nagyon bőségesen kacagott. Persze azonnal a nyomozó is lereagálta, hogy akkor ez nagyon sikus lehet. Sőt, a színészek is improvizáltak, azért tegyük hozzá, tehát ez részükről is fokozottabb figyelmet kívánt, hiszen nem egy erőre betanult szöveget válaszoltak a nézői felnézők által feltett kérdésekre, hanem nagyon szeretett improvizációt is gyakorolhatta. Olyan művészeket is választottunk, ugye Göttinger Pál rendező vezetésével, amikor a stábról tárgyaltunk, hogy kit hogyan kellene beilleszteni ebbe a csapatba, ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy olyanokat válaszunk, akik erre alkalmasak, tehát aki nem csak felmondja az adott szerepet, betanulja, és mindig ugyanúgy csinálja aznap este, hanem van benne annyi lazaság, annyi spontaneitás, hogy adott esetben estéről estére valamit hozzátegyen, tehát ha most Ulma Mónikánál maradok, tehát ő azért minden este egy kicsit mást és máshogyan lopott el, tehát a vége felé az előadásoknál már bejön a Némedi Árpád a végén gitárral, hogy lássuk az alnyomozót, hogy nem csak olyan balfék, hanem ő ügyes fiú is, hiszen az egyik zeneszerző is volt egyben, és a Mónika a következő tapsrendben a gitárral a nyakában jelent meg. Tehát, hogy azt is lenyúlta. Tehát, hogy mindig voltak ilyen plusz dolgok. De csak elmondhatjuk, hogy ennek a darabnak a sikere, meg az, hogy mondjuk a 3., 4., 5. előadásra is sokan vettek jegyet, akár szájhagyomány útján is terjedhetett? Volt ilyen tapasztalatotok igen, azért? Igen, ez nagyon fontos. A közösségi média legalább ilyen fontos volt, hiszen volt olyan nézőnk, aki például elkészítette a hajmeresztő gulyást. Ugye a darabban van egy gulyás, amit Tony készít, ami aztán odakozmál meg minden, de hát a darabban elhangzik, hogy kell készíteni, és volt, aki ezt megcsinálta, ezt a gulyást, és felrakta a Facebookra, és akkor ott megnézhettük, hogy milyen lett, és elmesélték, megkóstolták. Tehát, hogy ez is nagyon-nagyon fontos volt. Ebből ezt, ha szabad azt mondani, trendi lett
ez a dolog, és mi ezt szándékosan szerettük volna is, hogy ez így történjen. Hiszen mondjuk úgy, hogy az 50-60 pluszos nézőink nem biztos, hogy a közösségi médiában érdeklődnek. Ők megkapják ezt a szép kis műsort fizetőt, és eldöntik, hogy eljönnek vagy sem. Ez főleg a hétköznapi előadásainknál látszódott, amik alapvetően nem szoktak olyan teltházasak lenni, de most a hétköznap estéken is eljöttek ezek. Jó, itt volt az idő, és ezek a fiatalabbak, akik mondjuk úgy, hogy spontánabbul választanak maguknak esti programot, és jó idő van, mi van hétköznap itt Vasmegyében a környéken. Elmegyünk, megnéztük. Tehát, hogy, és ez nekünk fontos volt, mert ők egyébként, ha megszeretik a színházat, ez alapján, a műfaj alapján kicsit be tudjuk őket húzni, akkor később tartalmasabb, nagyon-nagyon fajsúlyosabb előadásokat is meg tudnak nézni, hiszen olyat is mutatunk, készülünk is most ilyen előadásokra, és reméljük, hogy ott is lesz annyi bátorság bennük, hogy hétköznap este van, próbáljuk ki ezt az előadást, és reméljük azt mondják, hogy igen, hát ez is egy komolyabb volt. Lehet, hogy nem mosolyogtunk mindig annyit, de olyan élményt kaptunk, ami megéri. Akkor feladtátok magatoknak a leckét, hogy így fogalmazzak, mert jövőre hasonló produkciót választani, az egy komoly fejtörés lesz. No, de tekintsünk előre, hiszen Noha Imresztővel nem ért még véget az évad, mert hogy holnap este is egy a Kőszegi Várszínház, a Dekk és a Függe közös bemutatója várja majd a nézőket, a Voyager című Vinnai András darab. Így van, én ezt úgy jellemeztem magamnak, hogy kortárs abszurd, tulajdonképpen a darab, hiszen a benne lévő történések azok egyrésztről mérhetetlenül távol vannak a valóságtól, másrésztről pedig az alapját egy olyan dolog képezi, ami bármelyikönkkel megeshet, hiszen egy mondjuk úgy, hogy párkapcsolati konfliktus éleződik ki olyannyira, hogy ez aztán galaktikus méreteket ölt. Egy nagyon-nagyon szórakoztató, de nagyon mély gondolatokat is bemutató előadás ez. Úgy fogalmaztam én meg, hogy egy kicsit itt el kell engedni a fantáziánkat, és talán azok, akiknek nagyobb színházi tapasztalatuk van, jobban fogják élvezni ezt az előadást. Vinnai András, ugye, aki az elmúlt években már szerzőként megjelent a Kőszegi Várszínházban, sőt játszott is, ezt a darabját egyébként 2012-ben mutatták be, és most azt gondoltuk, hogy a kamara bemutatóink közé ezt jó lesz beilleszteni. Keszék László, aki az Árpádházat is rendezte az elmúlt években nálunk, vállalta a rendezői feladatokat, egy kis szerepelői közre is működik benne, de hát azért olyan szereplők vannak még ebben a gárdában, akiket azt gondolom, hogy azért ismerhetünk, most Bánki Gergely vagy Olasz Renátó nevét említem. Egy változás van egyébként, hiszen Csoma Judit sajnos egészségügyi okok miatt a műsor fizettel ellentétben nem lesz ott, viszont Nádosi Erika kiválóan helyettesíti őt a színpadon majd, és hát ott van még az a kollégák mindig úgy emlegetik, hogy Emese, tehát a mindannyiunk által nagyon szeretett Stefanovics Angéla, aki hát, hogy mondjam, a szerelmes lány szerepében biztos nagyon szórakoztató lesz, és aki látta például az Árpádházban Kőszegen, akkor azért ő el tudja képzelni, hogy az ő stílusa, az ő megjelenése, az nagyon személyisége, az biztos, van, hogy sokat fog dobni ezen az előadáson. Aztán július 26-án, Jurisi Csvárban 20:30-től, Keresztbe égeső. Igen. Reméljük, hogy nem szó szerint. Nagyon reméljük, hiszen eddig megúsztuk, hogy lekopogjam. Vasárnap is le tudott menni az előadás, izgultunk nagyon a kék szakállú miatt, de hétfőn szerencsére meg tudott valósulni, hiszen az ember a kollégákért is sokszor nagyon izgul. Ez egy olyan előadás lesz, ahol Bereményi Géza tulajdonképpen Cseh Tamáshoz fűződő kapcsolatáról, a közös szerzeményekről, illetve tudjuk Másik János a Cseh Tamással együtt, és Bereményi Gézával együtt, mondjuk úgy a Cseh Tamás első érájában dolgoztak együtt, és abból az időből fognak fölhangozni dalok, élmények, események, és ráadásul most Bereményi Géza és Másik János együtt is dolgozik, tehát abból a munkákból is fognak megszólalni dalok, énekek és történetek, hiszen azért Bereményi Géza tudjuk, hogy nagy történetmesélő, úgyhogy ha valaki erre kíváncsi, akkor jöjjön. Nagy színpadra terveztük ezt a produkciót, pedig azért ez egy szűkebb dolog, de hát már látszik, hogy nem fértünk volna be a lovagterembe, tehát kint tervezzük ezt a nagy színpadon. Én azt hiszem, hogy ez a triász, a Cseh Tamás, Másik János, igen, Bereményi Géza, ez mindenképpen húzó név, legalábbis a mi generációnk számára. Így van, ez megint egy, azt hiszem, egy generációs előadás, tehát itt éppen azokat a fiatalokat, ugye a te esetedben a 32-es, az én esetemben az 50-es generációnak a fiatalkori élményeit akarja egy kicsit visszahozni,
visszagondolni arra, hogy milyen volt az, amikor még a rendszerváltás előtt, alatt és után mit gondoltunk az életről, mik voltak az akkori problémáink, és most visszatekintve, bármilyen is volt, azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon-nagyon szép élményekre gondolhatunk vissza, amikor Cseh Tamás megjelent mondjuk a kőszegi udvaron, egy Ostwest Folk Fesztiválon, vagy hasonló helyeken. Igen, azért az embernek a torka is összeszorult tényleg most így utólag visszatekintve. Július 28-án Forgács András Legyetek jók, ha tudtok, hát nyilván a klasszikus. Nincs jegyünk, lassan egy hónapja. Nagyon, nagyon népszerű, ne is beszéljünk róla, hát ha valakinek beragad a fejébe, és akar rá jegyet venni, nincs. Akkor viszont beszéljünk arról, hogy kőszegi nyár nincs Gerlye Krisztián nélkül. Így van. Ő ugye kőszegi származású művész, koreográfus, ezt a Hami Árnyak című darabját az utóbbi időben már több helyszínen bemutatta. Alapvetően most a kőszegi kis toronyudvar helyszínére fogja alkalmazni azt a térinstallációt és performance-t, ami egy sétáló színházi előadás lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy két helyszínen lesznek az előadások, hiszen ezt majd kiegészíti a MU Terminál előadása, hiszen ők is együtt szoktak a Krisztiánnal többször dolgozni, és alapvetően Fejes Ádám és felesége egy olyan szintén kőszegre bemutatott darabot hozott, amelyet már láthatott a közönség máshol, de mindig másképp fogalmazódik ez meg úgy, hogy kőszegen van. Ráadásul a Krisztián és az Ádámék nagyon jó barátok is, ezért mindig valami pluszt hozzátesznek, tehát mindig valami olyan születik meg kőszegen, ami máshol soha nem látható, de arra kell készülni a közönségnek, hogy itt alapvetően a két helyszín között kell majd sétálni és megpróbálni úgy részt venni az eseményben, hogy úgy kívülről nézni, hogy ebben azért valahogy mi is benne leszünk előbb vagy utóbb. Tehát ez a kortárs táncos megint egy olyan speciális nézőközönséget próbál behozni, akik lehet, hogy más populárisabb előadásra nem jönnek el, de erre nagyon régóta fenik a fogukat, ott lesznek kőszegen, várjuk is őket nagy szeretettel. Július 30-án este 8:30-kor tehát. Így van. És ahogy említettük, a Voyager című darab az július 25-én, holnap este 8:30-tól. Cseh Tamás idézi meg Bereményi Géza és Másik János keresztben Jégeső című produkciója július 26-án, és akkor július 30-án pedig az említett Gerlye Krisztián és MU Terminál kortárs táncműhely közös előadása. Azt gondolom érdemes lesz kőszegre menni. Köszönöm szépen az élmény dús beszámolót. Kedves nézőink, mi pedig a műsorunk végére még egy kiállításra szeretnénk invitálni önöket. A Szili János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpontban látható a Boldogasszony című kiállítás. A Nemzet Stratégiai Kutatóintézet 55 kortárs magyar alkotót kért fel arra, hogy fogalmazza meg, mit jelent Boldogasszony személye, alakja, és ezek az alkotások láthatók ebben a válogatott kiállításban. Együtt énekelte a Boldogasszony anyánk című népéneket a kiállítás megnyitó közönsége. Sokáig ez volt a katolikus magyarság himnusza. Szövegét a szombathelyi születésű Lancsics Bonifác bencés szerzetes írta, mondta el Puskás Tivadar polgármester. Szent István király az országot felajánlotta Szűz Máriának, ő a magyarság oltalmazója, tartja a hagyomány. Alakja a ma emberének is többféle üzenetet hordoz. A magyar nyelvünk így hívja Jézus édesanyját, hogy boldog asszony. Az ő alakja tanítja, úgy gondolom, hogy a nőket arra, hogy mi a boldogság, a kiteljesedés igazi útja. Egy híres festőművész, illetőleg szobrász, Nagy János mondta azt, hogy ha akarsz egy nagyon szép nőt látni, tegyél a karjaiba egy kisgyermeket, és egyből fölragyog. A nő számára a gyermek az nem egy teher, nem valami fajta akadálya a kibontakozásának, hanem áldás, ami az életét kiteljesíti. Jézus édesanyjának az alakja erre is tanít, hogy mit jelent nőnek lenni. Úgy gondolom, hogy Európának erre óriási nagy szüksége van. Édesanyám gyakran mondogatta, hogy ő nem is érti, hogy egyesek a házasságot miért gondolják tehernek vagy rabságnak. És ő maga azt mondta, hogy ha valaki eljut odáig, hogy egy ember szinte önmagánál jobban szeret, egész lényével szeret, ez maga a teljes boldogság. Mennyire fontos lenne újra tanulni ezeket a dolgokat, hogy a gyermek áldás, a házasság nem börtön, hanem kiteljesedés. Mária alakja tanítja az igazi nőiséget. Mária tanít arra is, hogy befogadjuk az Istent.
Európának addig van jövője, amíg ehhez a forráshoz tud odalépni. Különben a kultúránk kiszárad el, sivatagosodik, elhal. És Mária tanít még egy nagyon fontos dologra. Nem véletlen, hogy a hazánk iránti szeretet tele van anyai konnotációkkal. Anya föld, anya nyelv. A kereszténységnek meggyőződése az, hogy a nemzet az nem valami fajta mesterséges találmány, amit esetleg az emberiség meghaladhatna, vagy meg kellene, hogy haladjon. Mi úgy gondoljuk, hogy a nemzet nagyon-nagyon természetes dolog. Abból fakad, hogy az ember történelmi és társas lény. Van anyanyelve, van történelme, vannak ősei. Ezek olyan szálak, amik tőle nem elszakíthatók. Akik a nemzeteket el akarják pusztítani, össze akarják keverni, meggyőződésünk szerint a teremtő szándéka ellen tesznek. Mária alakja erre is tanít, hogy becsüljük az anyaföldet, az anyanyelvet. Úgy gondolom tehát, hogy egy rendkívül fontos kiállítás jelzi azt, hogy a mai művészeinket is megihleti Jézus édesanyjának az alakja. A szellem, a lélek és a test hármasságát ábrázolja Molnár János a Szűz Mária a gyermek Jézussal című festményén. Én olyan képeket csinálok, hogy a képnek igaznak, jónak és szépnek kell lenni. Ez egy hármasság. Az igaz az azt jelenti, hogy a képen ábrázolt bármilyen téma, vagy gondolat, vagy ábra, vagy éppen élő személy, az igazsághoz megfelelő legyen. A jó az azt jelenti, hogy a szakmai követelményeknek magas szinten már az ember a saját tehetségéből és képzettségéből adódóan megpróbál megfelelni. Tehát mindig teljes erőbedobásra. A szép pedig az egy olyan kategória, hogy azt nem kell, hogy magyarázzam, a szép, arra kell törekedni. Na most ez a Szűz Mária vagy Boldog Asszony, sokféleképpen különben lehetne nevezni, ez egy olyan tematika, amely kínálja magából ezt a hármas megközelítést, tehát itt nem lehet hazudni. Tehát itt elvek vannak, hosszú évszázadok, évezredek során kialakult képzetek, nem lehet másképpen ábrázolni. Itt olyan szépséget kell ábrázolni, ami az embereknek a szemében évezredek alatt kialakult. A keresztény hit és a nemzeti értékek a jövő zálogát képviselik. Ez a gondolat vezérelte a szervező Nemzetstratégiai Kutatóintézetet a tárlat összeállításában. Mai össze-vissza világunkban biztos kapaszkodókra van szüksége az embernek, és én azt gondolom, hogy ha a magyarságnak, mint nemzetnek a jövőjét, ha kutatjuk, akkor nem tehetünk más, mint hogy visszafordulunk a múltunk irányába, és arra két biztos pillére építjük a jövőnket, amit az elejénktől örököltünk. Az egyik pedig az, hogy magyarnak születtünk, tehát hogy a magyar nemzetnek a tagjai vagyunk, és a másik az, hogy Krisztus követők vagyunk, tehát keresztényekként kell megélnünk az életünket. És hogyha erre a két biztos értékre építjük föl gyerekeinknek, akár egyénenként, családon belül, és közösségileg is az életét, akkor én azt gondolom, hogy a magyarságnak nem csak büszke múltja, hanem biztató jövője is van. Több mint fél száz kortárs hazai és külhoni magyar alkotó fogalmazta meg, mit jelent a magyarságnak Boldog Asszony sokrétű összetett személye. Ez egy nagy ívű vállalkozás, a mítikus időkben nyúló Istenasszonytól Szűz Máriáig ível, és ez különösen fontos a magyarság szempontjából, hogy megjelenjen és újra megjelenjen ez a kép. Ez az 55 alkotó, ez az anyaországon kívül a külhoni közösségek jeles képviselőit is megjeleníti, illetve a Szorványból is érkezett két alkotó. És talán még fontos szempont volt az is, hogy minden korosztály képviseltetve legyen. A fiatal generáció mellett a középgeneráció épp úgy jelen van, mint az idős mesterek. Ez mindig egy izgalmas belső dinamikát ad egy kiállításnak, amikor kialakul ez a korosztályok közötti párbeszéd. Nem csak a nemzetrészek közötti párbeszéd, hanem a korosztályok között. És hát talán a harmadik szempont, ami a legfontosabb volt, hogy a művészek szólaljanak meg, mutassák be a művészi alkotásaikat, akik méltó módon tudnak nyúlni ehhez a témához. Az elmúlt négy esztendőben a Vándor kiállítás számos felvidéki, kárpátaljai, délvidéki, erdélyi helyszínen bemutatkozott. Célja a nemzet határokon átívelő összetartásának jelképezése.
Kedves nézőink, én azt gondolom, hogy a mai adás során sok izgalmas nézni, látni, hallgatni valót ajánlottunk az önök figyelmébe. Válasszanak egy jó darabot, kapcsolódjanak ki. Szép estét kívánok, viszontlátásra!